párkapcsolat témában, a vitákról, veszekedésekről lenne most pár gondolat. Tehát ezeket a vitákat, boxmeccseket, párkapcsolati küzdelmeket gyakorlatilag mindkét fél egyszerre teremti. Az, hogy éppen most kinek milyen függősége van a másiktól, vagy éppen most milyen fejfájást akar elérni, vagy éppen milyen program fut neki a háttérben, hogy ő egy férfival vagy egy nővel akar veszekedni mindenáron, az mindegy, de a kettőnál a vásár esete van, tehát mindkét félnek megvan a maga motivációja a dologra, hogy fent tudja tartani ezt a boxmeccset, ezt a vitát, ezt a egymásnak feszülést. Tehát soha nem azt kell keresni, hogy ki a hibás, melyik kezdte, melyik folytatta, és miből alakult ki ez az egész. Úgy kell fölfogni, hogy itt ez a két ember azért találkozott, vagy azért keveredett ebbe a helyzetbe, hogy ők fent tudják tartani a maguk számára a legoptimálisabb programot, ami éppen lehet egy veszekedés, lehet éppen egy fejfejás kierőszakolása, vagy lehet egy megsértődés kierőszakolása. Tehát bármi, ami ő neki a programjának tökéletesen megfelel, ehhez a másik fél tökéletesen fog tudni asszisztálni. Tehát ilyen esetekben mindig azt vizsgáljuk, hogy le tudjuk-e fejteni a burokról, vagy a program mezőről azokat a dolgokat, amik itt ezeket a helyzeteket hozzák létre, okozzák, és azok után lehet tényleg eldönteni, hogy mi a helyzet magával a két emberrel, úgy egyáltalán, vagy tisztán, és utána lehet eldönteni, hogy akarunk-e a másikkal maradni, akarunk-e tovább lépni, akarunk-e változni, vagy mit is akarunk egyáltalán. Mert akkor nem befolyásolnak minket olyan háttérben futó programok, vagy függőségek, amik addig meghatározták, befolyásolták ezt a kapcsolatot.